A mentés 9. napján is találtak túlélőket Törökországban. Novák Katalin a Sándor palotában köszöntötte a magyar mentőcsapatokat. A háború és a szankciók ellenére is növekedett a magyar gazdaság, több mint 4,5%-ot nőtt a GDP. Tovább dagad az uniós vakcina beszerzési botrány, a The New York Times pert indít az Európai Bizottság ellen. És szükségállapotot hirdettek a Gabrielle ciklon miatt Új-Zélandon, több százezren maradtak áram nélkül, egy tűzoltó eltűnt. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszes Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Még ma is találtak túlélőket a romok alatt Törökországban. 200 órával a földrengés után több embert is sikerült megmenteni. Az elmúlt 9 napban több mint 8000 embert emeltek ki élve a törmelékek alól. Folyamatosan nő ugyanakkor az elhunytak száma. Törökországban és Szíriában már több mint 41 000 halálos áldozatról tudnak. Közben magyar közvetítéssel juthat el az uniós segítség Szíriába. A háború sújtotta országból ugyanis csak nehezen vagy egyáltalán nem jut el a támogatás. Újabb túlélőkre bukkantak Törökországban a mentés 9. napján. Egy testvérpárt egy 17 éves fiút és 21 éves bátyját találták meg a romok alatt. A testvérpár édesanyját 2 nappal ezelőtt szintén élve hozták a felszínre. A kimentett fiúkat kórházba szállították, ahol nem sokkal később elmesélték, mit éltek át a romok fogságában, ahol több mint 198 órát töltöttek. Amikor felébredtem, éreztem a rázkódást. Megpróbáltam felébreszteni a testvéremet, de megmozdult az ágy alattam. Az utolsó dolog, amire emlékszem, hogy rám omlik a mennyezet, mondta Mohamed Enes. 12 napnak számoltam, igazából megvoltunk. Szerencsénk volt, hogy megtaláltuk a mobilomat, így tudtunk kommunikálni egymással, mondta 21 éves Abdul. Elmondása szerint a friss levegő beáramlott a törmelékek közé, az elmúlt napokban pedig fehérjeport ettek, aludtak, fáztak és sokat imádkoztak. A délkelet-törökországi Antakiában már feladták a mentést, és megkezdték az összedőlt épületek bontását. Az egykor nyüzsgő 400 000 lakosú várost szinte teljesen elpusztította a múlt hétfői katasztrófa. A károk mértékét egyelőre megbecsülni sem lehet. Az elmúlt napokban több embert még itt is élve mentettek ki a romok alól, ám percről percre fogy a remény, hogy túlélőket találjanak. 2 napja most már csak halottakat emelnek ki. Azóta néha sírunk, néha pedig csak várunk, mondta egy helyi férfi. A legtöbb település víz és áram nélkül maradt. Emiatt járványveszély fenyegeti az életben maradtakat. A török egészségügyi tárca azt ígérte, tetanusz elleni védőoltást küldenek a térségbe, valamint mobil gyógyszertárakat állítanak fel, hogy megakadályozzák a járvány kitörését. Közben folyamatosan utórengések tartják félelemben az embereket. Eddig legalább 20 000 lakóház semmisült meg a katasztrófában. A fedél nélkül maradt túlélők pedig tömegével hagyják el egykori otthonukat. Elküldöm a gyerekeimet, hogy ne halljanak meg, mondta egy helybéli, amikor a családja elindult az egyik átmeneti szállásra. Folyamatosan érkeznek a humanitárius segélyszállítmányok Törökországba. A földrengés sújtotta a szíriai területeken is milliók várnak élelemre, gyógyszerre és meleg ruhára. A lázadók uralta Idlibtől északra fekvő Harem település lakói ideiglenes sátrakat állítottak fel az iskola udvarán, hogy megvédjék családjaikat a hidegtől. Most már csak élelemre és vízre van szükségünk, mondta az egyik lakos. Hétfőn 2 újabb határátkelőhely megnyitását engedélyezte a szíriai kormány, hogy a nemzetközi segélyek eljuthassanak a földrengés sújtotta északnyugati térségekbe. A szervezet segítségnyújtás keretein dolgozik az Európai Parlament is. Az uniós döntéshozók és szíriai segélyszervezetek között pedig magyar képviselő közvetít. Hölvényi György, a térség jó ismerője arra hívta fel a figyelmet, hogy az országba csak nehezen vagy egyáltalán nem jut el a segítség, részben a biztonsági helyzet miatt, részben pedig azért, mert Szíriát 2011 óta szankciókkal sújtja a nemzetközi közösség. Tragikus helyzet van egy olyan országról, miután több millió ember elmenekült, több millió ember úgynevezett belső menekültként él ma is, és most újabb sok százezer ember fedél nélkül van, télen mindenfajta ellátás nélkül,
senkinek nem érdeke. Jelenleg Törökországgal ellentétben itt csak közvetetten lehet segítséget adni. Az Európai Unió sok millió eurót készített erre, tehát pénz van, és a tagállamok segélyszervezetein keresztül próbálja ezeket a pénzeket eljuttatni. Magyarország részéről is ugye a Máltai Szeretetszolgálat már jelen van, Hungary Helps program támogatásával is végezheti a munkát. A KDNP-s képviselő szerint a banki tranzakciókra, elektronikai eszközökre és a romeltakarításhoz nélkülözhetetlen munkagépekre vonatkozó szankciók hátráltatják a humanitárius fellépést, holott a gyorsaság nagyon fontos lenne. Csak nem egy hétig forgatott a törökországi földrengés helyszínén az M1 stábja. Jánosi Gergely operatőr kollégám olyan exkluzív felvételeket is készített a mentésről, amelyeket eddig még sehol sem lehetett látni. Az egyik összedőlt házban például a romok alá is elkísérte a mentőcsapat tagjait, miközben egy nőt próbáltak meg kimenteni végül sikerrel. Most ezeket a felvételeket láthatják. Közben pedig újabb magyar segítség indult Törökországba, a Máltai Szeretetszolgálat egy kamionnyi segélyszállítmányt, valamint egy 4 fős csapatot küldött a földrengés sújtott a területre. A liftaknán keresztül közelít meg egy túlélőt a Hunor mentőcsapat. Teljes sötétség van, csak a fejlámpák fénye világít. Exkluzív felvételekkel tért haza az M1 stábja Törökországból. Jánosi Gergely operatőr bement egy összedőlt házba, a romok alá. A látvány borzalmas. A magyar speciális egység hatalmas betontömbök között egy szűk járaton át jutott el egy nőhöz, akit teljesen betemetett a törmelék. Esélye sem volt onnan kijutni. 6 órán át dolgoztak a kiszabadításán. Végül sikeresen felszére hozták. A helyiek tapssal köszönték meg. A megható pillanatot is rögzítette az M1 kamerája. A magyar mentőcsapatok egy héten át emberfeletti küzdelmet folytattak. Pavelce László, a Baptista Szeretetszolgálat veszélyhelyzetkezelési igazgatója azt mondta, nem fizikálisan, hanem lelkileg volt megterhelő a mentés. Ők 7 túlélőt találtak, köztük egy kislányt, akinek az életéért 10 órán át küzdöttek. Rá gondol az ember arra, hogy hát az én gyerekem is lehet ott, és én se hagynám ott a gyerekemet, akármi történne, ha kell véres kézzel, akármivel kiásnám. Tehát ez volt az a lelki ok, ami miatt nagy boldogság volt, amikor kivehettük a romok közül, ugyanis mi nem megtagadtuk azt, hogy ott hagyjuk ezt a kárhelyszínt. A kihűlés és a kiszáradás voltak a leggyakoribb problémák, amiket a magyar katonaorvosok láttak el a földrengés túlélőinél. Ezt már a Magyar Honvédség egészségügyi központjának ezredese mondta az M1-en. Pellek Sándor hozzátette, a folyamatos utórengések miatt a mentésnél fontos volt a technikai felkészültség is. Kiemelte, a magyar misszió a 20 éves tapasztalatának köszönheti a sikerességét. A Nemzetközi Béketámogató Művelet tagjaként Magyarország rengeteg szakmai tapasztalatra tett szert, és az elmúlt közel egy hetes törökországi missziónk is ennek köszönheti a sikerességét. Megtanultunk együttműködni más országokkal, más akár idegen kollégákkal, és gyakorlatilag egy olyan orvoscsoportot tudtunk a nemzetközi térbe helyezni, amely megfelelő nemzetközi és harctéri tapasztalattal is rendelkezik. A mentés befejezése után kezdődik az újjáépítés. A magyarok ebben is segítenek. Ruha, cipő kerül a dobozba, lezárják és már viszik is a kamionra. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat segélyszállítmányt és egy 4 fős csapatot küldött Törökországba. A különítmény a helyzet felmérésre és a mentés utáni helyreállítás előkészítésére fog koncentrálni. Szabján Imre, a Szeretetszolgálat veszélyhelyzetkezelési munkacsoportjának vezetője azt mondta, előreláthatólag egy hétig maradnak, és arra a területre mennek, ahol a Hunor mentőszervezet is dolgozott. A segélyszállítmány alapvetően olyan termékeket tartalmaz, amit a helyiek kértek, ezt többször egyeztettük a helyi önkormányzattal, hatóságokkal, és mivel egy ilyen helyzetben nagyon gyorsan változnak a helyi szükségletek, a valós szükségletek, ezért gyakorlatilag a legutolsó pillanatban véglegesítettük a szállítmány tartalmát. A takarókat viszünk, tartós élelmiszert, izofóliákat, de akár gyógyászati segédeszközöket is, mint például kerekesszéket, csak olyan termék, amire akár a nagykövetség jelzése alapján, vagy a helyiek jelzése alapján szükség van.
A segélyszervezetek adományokat is gyűjtenek. Lehet hívni a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Katolikus Karitász és a Magyar Református Szeretett Szolgálat adományvonalát is. Újabb magyar mentőcsapatok érkeztek haza tegnap este Törökországból. A Katolikus Karitász és a Budapest Mentő Szervezet önkéntesei csak nem egy hetet töltöttek a földrengés helyszínén, ahol egy 17 éves fiatal lányt mentettek ki élve a romok közül. Az életjelmentő csoport is biztonságban hazaérkezett, ők egy pár hónapos csecsemőt hoztak ki épségben egy összedőlt épület alól. Hatalmas tapsal és ujjongással fogadták a rokonok és ismerősök a mentőszervezetek hazaérkező tagjait hétfőn este a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Volt, aki még a mentőkutyákat is meglepetéssel várta. Plüssökkel, a kutyáknak is ajándékot hoztunk, és hát óriási nagy szeretettel. Mindenki izgatottan várta az újbóli találkozást. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon izgatott vagyok, hogy végre hazajön. A Katolikus Karitász a Budapest mentőszervezettel közösen csaknem egy hetet töltött kint a törökországi földrengés helyszínén. 92 órát dolgoztak egyfolytában, váltásba beosztva, és 26 helyszínen végeztek mentőmunkát. Ezek közül 16 település volt, a többi pedig lakóházak, lakótömbök. Az önkéntesek rengeteg munkával készülnek az ilyen jellegű mentésekre. Nagyon sok gyakorlattal és felkészüléssel próbálunk arra fölkészülni, hogy ilyen helyzetekben technikailag is és lelkileg is helyt tudjunk állni. A csapat élve mentett ki egy 17 éves lányt, aki 4 napot töltött egy beomlott ház alatt. Az önkéntesek órákon keresztül folytattak heroikus küzdelmet. Végül egy 8 méteres járaton keresztül hozták ki a török fiatalt az összeomlott épület romjai alól. 29 ember dolgozott rajta 6-7 órán keresztül folyamatosan, hogy hozzá lehessen férni. Úgy, hogy mellette egyébként voltak más országokból és helyi mentők. Az életjelmentő csoport is a tragédia helyszínén volt. Ők is emberfeletti teljesítményt hajtottak végre a kint töltött idő alatt. A csapat elnöke valóságos drámának nevezte a híradónak a földrengés okozta pusztítást. Ezt egy normál emberi észre el sem lehet képzelni, hogy milyen rombolás történik ott, ahol egy 10-20 emeletes ház összeroskad egy emelet magasságba, és esetleg több száz ember is van abban az épületben. A mentőegység egy alig néhány hónapos kisbabát is megmentett, akinek az édesanyja azonban sajnos nem élte túl a földrengést. Több halott volt körülötte, nagyon nehéz volt, mert a kutyáknak ilyenkor le van korlátozva a kutatási lehetősége, de hál' Istennek olyan jelzést kaptunk, ami biztató volt. Törökországban a földrengés óta összesen 8 magyar kutató mentőegység dolgozott, több mint 150 fővel és 26 kereső kutyával. A magyar szakemberek és a mentőkutyák mindannyian biztonságban hazaértek. A magyar mentőegységek tagjait köszöntötte a köztársasági elnök a Sándor palotában. Novák Katalin köszönetet mondott a szakembereknek, arról is beszélt, Magyarországról és a magyar emberekre lehet számítani, ha baj van. A magyarok ugyanis az első pillanattól küzdöttek, hogy életeket mentsenek. Ezek a kutyák pár napja még Törökországban a romok között kutattak túlélők után. Kedden pedig már a Sándor palotába sétálhattak be. Novák Katalin ünnepélyes keretek között köszöntötte a Törökországot és Szíriát sújtó földrengést követő mentésben résztvevő kutató és mentő csapatokat. A földrengést követően Magyarország az első között ajánlotta fel segítségét. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság mentőegysége, a Hunor pedig az első mentő csapatok egyike volt, akik a helyszínre érkeztek. Ennek a csapatnak az a rendeltetése, hogy ilyen vagy hasonló katasztrófa helyzetekbe azonnal tudjon reagálni, és több mint 10 éve alakult maga a Hunor mentőszervezet, a katasztrófavédelemnek a nehéz városi kutatómentő csapata, mi erre készülünk, ezért vagyunk készenlétben, és ha menteni kell, akkor megyünk és segítünk az embereken. Törökországba összesen 8 magyar kutatómentőegység utazott, több mint 150 fővel és 26 kereső kutyával. A magyar szakemberek több mint 30 ember életét mentették meg. Február 6-a ezentúl egy nagyon fontos nap lesz a török-magyar testvériség történetében, ezt mondta Törökország budapesti nagykövete. A diplomata hozzátette, Magyarország ismét megmutatta, hogy lehet rá számítani a nehéz időkben.
Amikor Törökország a nemzetközi közösség segítségét kérte, Magyarország az első között volt, aki jelentkezett. Erről már Novák Katalin beszélt. Hozzátette, mi magyarok azt mondtuk, hogy tudunk és akarunk is segíteni. A köztársasági elnök háláját fejezte ki, és minden magyar ember nevében mondott köszönetet a mentőcsapatok tagjainak. Nem tudunk külön-külön mindannyiuknak úgy hálát mondani, mint ahogy szeretnénk, de talán ez a mai alkalom ez méltó arra, hogy a magyar közösség nevében kifejezem önöknek a köszönetünket és a hálánkat, és kimondjuk, önök a mi hőseink. Önök azok a nők és férfiak, akik ott voltak és segítettek a tragédia után, akik egy nappal átéve pihenés nélkül mentették az életeket. Az ünnepségen Novák Katalin elnöki köszönőlapot adott a mentésben résztvevő magyar egységek képviselőinek, de elismerésben részesültek a Törökországot megjárt négylábúak is. A kereső kutyák ilyen nyakörvre ragasztható címkét kaptak a köztársasági elnöktől. Továbbra is a földrengés károsultjainak gyűjt a budapesti török nagykövetség. Jelenleg takarókra, sátrakra, hősugárzókra és tartós élelmiszerre van a legnagyobb szükség, de pénzbeli felajánlásokat is várnak. Az adományok kiszállítása folyamatos a földrengés sújtott a térségbe. A budapesti török nagykövet köszönetet mondott minden segítségért. Pelenkával és ruhával teli táskákkal a kezükben érkeznek az emberek az Andrássy úti budapesti török nagykövetséghez. Folyamatosan hozzák az adományokat, hogy segítsenek a földrengés károsultjainak. Termoszt, konzerveket, tisztítószereket. Hát olvastam a reggel az újságban, hogy lehet hozni, és hát nagyon szívesen hoztam. Otthon azért van az mindenkinek szerintem olyasmi, amit nem használ, és ők most biztos, hogy rá vannak szorulva, úgyhogy szerintem ez alap vagy természetes. Halomban állnak a zsákok és a dobozok a konzulátus udvarán. A felajánlásokat ide és egy másik helyszínre, a Tura Logisztik Dunaharaszti telephelyére is lehet vinni. A targonca meg sem áll, gyűlnek itt is az adományok, felcímkézik és kamionra pakolják. Naponta indul szállítmány Magyarországról, repülővel is viszik, főként Hatály és Karamanmaras tartományba. A budapesti török nagykövetség a legfontosabb információkat folyamatosan közzéteszi honlapján és közösségi oldalán. Azt írják, a földrengés sújtotta területekre eddig már nagy mennyiségű meleg ruha érkezett. Jelenleg sátrakra, takarókra, hősugárzókra, bébi ételekre és pelenkára van elsősorban szükség a katasztrófa túlélőinek. Az aktuális listában olyan termékek szerepelnek, amelyek a mindennapi megélhetéshez leginkább kellenek. Sátrak, hősugárzók, higiéniai termékek, tartós élelmiszerek. Ezeket összegyűjtjük és felrakjuk a kamionokra. A török állam felméri az aktuális helyzetet, és ez alapján a nagykövetség frissíti, hogy mire van szükség, mondta a Tura Logisztik Kft. Ügyvezető igazgatója. Milliók vesztették el egyik napról a másikra otthonukat, és váltak földönfutóvá. Magyarország minden támogatást megad, az első között küld humanitárius segítséget is Törökországnak. Most értem vissza Törökországból, mert férjem ott volt Hatályban a romok alatt, és vártuk, hogy kimentsék. Egészséges, jól van. Szeretném megköszönni Magyarországnak, a magyar népnek a segítségét, a rengeteg adományt, amelyeket várunk továbbra is. Generátorra, melegítő készülékekre, sátrakra van a legnagyobb szükség. Nagyon megható ez az összefogás, amit a magyarok nyújtanak, hangsúlyozta Törökország budapesti nagykövete. A földrengés károsultjait pénzbeli adománnyal is lehet segíteni. Az utalásokat a Török Köztársaság budapesti nagykövetségének számlaszámára várják, amely honlapjukon és Facebook oldalukon is megtalálható. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban tárgyalt Szadir Zsaparov kirgiz államfővel. A találkozó kiemelt témája volt az ukrajnai háború. A felek egyetértettek a békés megoldás szükségességében és abban, hogy a szankciók súlyos nehézségeket okoznak Európa és Ázsia országainak is. A megbeszélésen Orbán Viktor hangsúlyozta, a brüsszeli döntéshozóknak sokkal kevésbé bürokratikusan kellene hozzáállniuk az EU Kirgizisztánhoz és egész Közép-Ázsiához fűződő kapcsolatainak fejlesztéséhez, mert a térség stratégiai fontosságú Európa, valamint a világ biztonsága és gazdasága szempontjából.
A nagy és erős országok döntéshozóinak felelősségük, hogy ne szakítsanak meg minden köteléket kelet és nyugat között, illetve ne lehetetlenítsék el az együttműködés helyreállítását. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt Párizsban a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet ülésén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország számára a lehető legrosszabb forgatókönyv az lenne, hogyha ismét megszakadna minden kapcsolat kelet és nyugat között. Mindig is hittünk annak fontosságában, hogy mind a kelet, mind a nyugat együttműködjön egymással, és a lehető legrosszabb forgatókönyv számunkra az a két elszigetelt blokk létrejövetele lenne egy új hidegháború. Mi a hidegháború áldozatai voltunk, túl sokat veszítettünk, és nem akarunk ebből a szempontból többet veszíteni. A berlini kormány továbbra is akadályozza, hogy a Siemens leszállítsa az új paksi blokkokhoz szükséges irányítási rendszert, erről is Párizsban beszélt Szijjártó Péter, miután tárgyalt a francia energiaügyekért felelős miniszterrel. Az új paksi atomerőmű irányítási rendszerét ugyanis egy német-francia konzorcium szállítaná. A francia hatóság részéről már megtörtént az ehhez szükséges jóváhagyás, a német kormány azonban visszatartja az engedélyt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország hosszú távú energiabiztonsága szempontjából a paksi bővítés kulcsfontos. Ez egy szuverenitásunkkal szembeni támadásnak is minősíthető, hiszen az energiaellátás biztonsága a szuverenitási kérdés, az energiamix összeállítása az nemzeti hatáskör. A német kormány két tagjának, a gazdasági miniszternek és a külügyminiszternek, akiknek engedélyezni kellene a szállítást, semmifajta jogi alapja nincsen arra, hogy ezt a szállítást blokkolja és veszélybe sodorja Magyarország jövőbeni energiaellátásának biztonságát. Szijjártó Péter este a francia külügyminiszterrel is tárgyalt, ennek részleteiről a közmédia párizsi tudósítója kérdezte a külgazdasági és külügyminisztert, a teljes interjút hamarosan mutatjuk majd itt az M1-en. Több mint 4,5%-kal növekedett a magyar gazdaság tavaly, ezzel bőven túl teljesítette az uniós átlagot. A pénzügyminiszter a GDP adatokat értékelve azt mondta, történelmi siker, hogy Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét. Már állnak a BMW készülő debreceni gyárának falai. Gőzerővel folynak a munkák, hogy 2025-ben legördüljön a gyártósorról az első Magyarországon gyártott BMW. Az ehhez hasonló nagy beruházások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a válság közepette is kivételesen teljesített a magyar gazdaság 2022-ben. Így kommentált a keddi közleményében a gazdaságfejlesztési miniszter a KSH legfrissebb adatsorát. A Központi Statisztikai Hivatal ugyanis kedreggel jelentette, hogy a tavalyi esztendőben 4,6%-kal nőtt a GDP, vagyis a bruttó hazai össztermék. Nagy Márton emlékeztetett, a háború és a szankciók ellenére a rendszerváltozás utáni időszak 6. legmagasabb növekedését produkálta a magyar gazdaság. A tárcavezető hangsúlyozta, bebizonyosodott, hogy a magyar kormány jó úton jár, intézkedései eredményesek, meg tudták védeni a gazdaság teljesítményét. Összehasonlításképp a 4,6%-os magyar GDP adat a visegrádi országok között a második legnagyobb bővülést jelenti, szorosan Lengyelország mögött. Ez a növekedés a 3,6%-os uniós és a 3,5%-os eurózóna átlagot is felülmúlta. Ráadásul a zsinórmértéknek tekinthető 1,9%-os német gazdasági növekedésnél is 2,5-szer jobban nőtt a magyar gazdaság teljesítménye 2022-ben. A magyar gazdaság úgy tudott 4,6%-kal növekedni, hogy a nekünk jogosan járó uniós forrásokat még mindig nem kaptuk meg. Magyarország az elhúzódó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növelni tudta gazdasági teljesítményét, sőt az uniós növekedési rangsorban is előkelő helyen szerepel. Erről beszélt Varga Mihály Brüsszelben a KSH adataira reagálva. Magyarország erősödni tudott a tavalyi esztendőben is, hiszen 4,6%-kal nőtt az év egészét tekintve a bruttó hazai össztermék teljesítménye. Az elhúzódó háborúk és a brüsszeli szankciók ellenére is növekedési fázisban maradt át a magyar gazdaság. Jó hír az is, hogy összességében a negyedik negyedévnek az előző évhez viszonyított növekedése az 0,4% lett, tehát nulla fölött maradt a növekedési lendület. Ha csökkent is ez a lendület az év egészében, azért az Európai Uniós átlag fölött tudott összességében maradni. A pénzügyi kormányzat korábban világossá tette, úgy kell megvédeni a családokat, a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjasokat és a rezsicsökkentést, hogy a magyar gazdaság továbbra is elkerülje a recessziót. A kormány kitűzött célja, hogy 2023-ban 1,5%-os növekedést érjen el a gazdaság, és az év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció.
Ahogy tehát mondtuk már, Szijjártó Péter tárgyalt a francia külügyminiszterrel, a részletekről Vencel Katalina közmédia párizsi tudósítója kérdezte a külgazdasági és külügyminisztert. Azt hiszem, hogy jó másfél órát tárgyaltunk, és ennek a másfél órának a hát több mint a felét természetesen az ukrajnai helyzet és a háború vitte el. Egy dologban egészen biztosan egyetértünk, mindketten békét szeretnénk. Mindketten azt szeretnénk, hogyha a háború véget érne, mindketten azt szeretnénk, hogyha az emberek szenvedése Ukrajnában véget érne. Ugyanakkor az is világos, hogy abban a tekintetben, hogy hogyan lehet elérni a békét, és milyen ütemezéssel, és milyen mondjuk úgy taktikai lépéseken keresztül, abban azért különbözik a megközelítésünk. Ugye mi szomszédos országként, akik folyamatosan nap mint nap szembesülünk a drámai hatásaival a háborúnak, mi azt szeretnénk, hogyha minél előbb béke lenne, mi azt szeretnénk, hogyha azonnal tűzszünet lenne, és azonnal béketárgyalások indulnának. Az látszik, hogy a francia álláspont az ebben a megközelítésében különbözik a miénktől, szinte az összes más európai ország álláspontja különbözik a miénktől, és egy, mint egy kivárás van arra nézvés, hogy talán lesz majd mondjuk ukrán szempontból jobb hadi helyzet, amikor majd jobban lehet tárgyalásokat folytatni. Mi ebben nem hiszünk, mi azt gondoljuk, hogy az emberek szenvedésének most már véget kell vetni, ennél is mondjam, jobb vagy kellőbb szükség a békére nem lesz, mert a békére most azonnal szükség van. Tehát itt van egy megközelítésbeli különbség, de ezt tiszteletben tartjuk természetesen, mint ahogy az egész kapcsolatrendszerünk a kölcsönös tiszteletre alapul. Tehát az idő jó fele az ukrajnai háború okozta helyzet megvitatásával telt. Természetesen. Mondhatnám azt is, hogy ami ezen kívül van, és ami nem Európai Uniós kérdés, de stratégiai, abban szinte mind egyetértünk, vagy azonos megközelítést alkalmazunk. Ugye először is egy stratégiai része az együttműködésünknek a nukleáris energia kérdése. Ugye együtt küzdöttünk azért, hogy a nukleáris energiát fenntartható energiaelőállítási módszerként ismerje el az Európai Unió, sikerrel jártunk. Ugye Franciaország is nagy hangsúlyt helyez a nukleáris energiára, mi is. A Paks 2 beruházásban jelentős francia hozzáadott érték van, hiszen a leendő erőmű irányítási rendszerét részben a franciák fogják szállítani. Tehát itt a nukleáris energia felhasználása tekintetében a jövőben is egy pályán leszünk. Aztán itt van az afrikai biztonság kérdése. Egyformaképpen gondolkozunk arról, hogy az európai biztonság megteremtése az igazából Afrikában kezdődik. Tehát ahhoz, hogy Európa biztonságban legyen, ahhoz Afrikában is nyugalomra, békére, stabilitásra van szükség, mert ha Afrikában mindez nincs, akkor nagyon komoly migrációs hullámok indulnak Európa felé, akkor az extrém ideológiák teret nyernek maguknak, akkor a terrorizmus tovább tud terjedni, akkor a terrorfenyegetettség megint csak megjelenik Európában. Tehát Európa védelmét, a terrorizmussal szembeni fellépést, a migráció megelőzését azt Afrikában kell kezdeni. És mi készen állunk arra, hogy a franciákkal együtt, a franciákat támogatva, a franciákkal közös misszióban katonai szerepet is vállaljunk, mint ahogy vállaltunk ugye eddig is Maliban, alapvetően a franciákkal közösen és velük együttműködésben. Hogyha szükség van arra, hogy Magyarország a helyszínen is biztosítsa a hozzájárulását, ahhoz, hogy Afrikában a stabilitás, a biztonság, a béke irányába lehessen előrelépni, és ezáltal meg lehessen védeni Európát és benne Magyarországot, és akkor mi készen állunk ennek a kérdésnek a megvitatására, és aztán a döntéshozatalra. Aztán van köztünk egy szoros együttműködés az űripar területén is, ugye korábban aláírt megállapodásunk van a Thales vállalattal, a magyar űrkutatási, űrhajós, űripari programban a francia részvétel szintén jelentős. A franciák, a francia vállalatok az ötödik legnagyobb beruházói közösséget alkotják ma már Magyarországon. A kereskedelmi forgalmunk tavaly abszolút rekordot döntött, 10 milliárd euró fölé ment. A francia vállalatok alapvetően jól érzik magukat
Magyarországon hozzájárulnak a magyar gazdaság növekedéséhez. Tehát minden, ami a praktikus együttműködést illeti, ott van egy stratégiai érdekazonosság, van egy kölcsönös tiszteleten alapuló és kölcsönös előnyökkel járó együttműködés a két ország között. Ezt rögzítettük, ez jó hír. Visszatérve az energiára, még egy kicsit, hogy az energiaügyi miniszterrel is külön találkozott, majd a Framatome vezetőivel, a Framatome részt fog venni a Pocskert építésében, a működtetésében. Milyen előrelépés történt, akár esetleg a német konzorciumban, a német rendszerben konzorciumban, illetve vagy az irányítást illetve? Ugye egy német-francia konzorcium nyerte el azt a pályázatot, ami arra vonatkozott, hogy kiszállítja az irányítási rendszert az új paksi atomerőműbe. A francia kormány meg is adta az engedélyt a Framatomnak, a német kormány viszont még nem. Úgy látszik, hogy a német kormány egyes miniszterei blokkolják a Siemens Energy részvételét a paksi beruházásban. Ez sajnálatos, mert minden egyes ország a nemzeti energia mixét úgy állíthatja össze, ahogy azt a nemzeti érdekei diktálják. A németek most ezt a jogunkat megkérdőjelezik, és ezzel a döntéssel, ezzel a blokkolással veszélybe sodorják a hosszú távú energiállátási biztonságunkat, ami elfogadhatatlan. Abban maradtunk, hogy a Framatommal különböző terveket dolgozunk ki, annak érdekében, hogyha a német kormány kitart ezen jogtalan álláspontja mellett, akkor se szenvedjen csúszást a projekt, és akkor majd a francia hozzájárulás magasabb lesz a magyar nukleáris energiaipar működésében. A NAP az OECD-ben kezdődött, ugye a világvezető fejlett gazdaságait tömörítő egyes szervezetnél, szintén az energia volt, gondolom, ez egyik fő téma a miniszteri értekezeten, és itt is voltak két oldalú találkozói. Mely országokkal ezek miről szóltak, melyek azok, amelyek leginkább érintik most a gazdasági működését a világon? A legfontosabb téma az az úgynevezett felelős gazdasági, üzleti, vállalati magatartás volt. Ugye mi Közép-Európában élünk, Nyugat és Kelet között, mi pontosan tudjuk, hogy mi a különbség a között, hogyha van egy nyugodt, hatékony együttműködés Kelet és Nyugat között, illetve amikor ez nincsen. Láthattuk a Covid alatt, amikor megszakadtak az együttműködési szálak, megszakadtak a beszállítási útvonalak, a világgazdasága nehéz helyzetbe került, és ugyanezt okozza most a háború is. Módszeresen kerülnek elvágásra a kelet-nyugati gazdasági együttműködés szálai, és ez baj, hatalmas nagy baj. Tehát amellett szólaltam fel, illetve amellett érveltem ma, hogy a kelet-nyugat gazdasági együttműködést ne lehetetlenítsék el. Tehát az a mesterséges törekvés, hogy a keleti és a nyugati gazdaságok közé egy falat építsenek újra, az hatalmas nagy problémákat fog okozni mind a keleti, mind a nyugati gazdaságoknak. Az Európai Unió és Kína kereskedelmi forgalma sok 100 milliárd euró. Az európai elektromos autóipar, ami az európai gazdaság egyik gerince, működésképtelen a keleti akkumulátorok nélkül. És számos olyan iparág van, ahol a nyugati vállalatok rá vannak szorulva a keleti vállalatok beszállításaira, partnerségeire, technológiai támogatására. Tehát a keleti és nyugati gazdaság elvágása egymástól az az európai gazdaság számára egy rendkívül rossz forgatókönyv. Ezért, hogyha felelősségről beszélünk, akkor a nyugati politikai döntéshozók egyik fontos felelőssége az, hogy ne vágják el a kelet-nyugati gazdasági együttműködés szálait. Tárgyaltam a bangladesi kereskedelmi miniszterrel, a kazak gazdasági miniszterrel, a Szaúd-Arábia gazdasági és tervezési miniszterével, és szépen mindenhol haladunk előre, rekordszámú hallgató pályázott Bangladesből Magyarország ösztöndíjra, több mint 1400, Szaúd-Arábiával 40%-kal növeltük a kereskedelmi forgalmunk, Kazasztán egy lehetséges beszállítója a Közép-Európának a kőolaj tekintetében, hogyha diverzifikációra, új forrásokra van szükség. Tehát én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedés jövője szempontjából kulcskérdés, hogy Európa vissza tud-e térni a kölcsönös tiszteleten alapuló, pragmatikus, praktikus, gyakorlatias, józan észre alapuló működésre. A kormány célja, hogy év végére egy számjegyű legyen az infláció. Ehhez a gazdasági versenyhivatallal is együttműködnek. A GVH vizsgálni fogja az áruházláncok árképző gyakorlatát.
Csak nem egy éve tört ki az orosz-ukrán háború. Az Európai Unió vezetői azonnal reagáltak, de már a bebizonyosodott rosszul. A háborúra adott válasz a szankciók nemhogy nem hozták meg a hozzáfűzött reményeket, de gyakorlatilag az egész kontinenst szankciós inflációba sodorták. Így Magyarországon is minden áru vagy szolgáltatás jelentős mértékben drágult, azonban ezek közül egy, az élelmiszer még annál is inkább. Egyre több szakértő és a kormány is úgy látja, ennek okait nem feltétlenül a magyar gazdaságban kell keresni. A gazdasági versenyhivatal ezentúl gyorsított eljárásban vizsgálja majd például a kiskereskedelmi szektort. A cél, hogy a kiskereskedelmi láncok ne tudják manipulálni, megemelni az árakat indokolatlanul. Mi nem állítunk előre semmit. Tehát az sem, hogy karteleztek, hogy összebeszéltek, lehetséges, hogy csak kifigyelték egymást, az is lehet. Viszont arra igenis kíváncsiak vagyunk, hogy időben érvényesítették-e azokat a verseny alapelveket, amelyek ahhoz vezettek volna, hogy megkezdődhessen az az árcsökkenés egyébként, ami napjainkban már megkezdődött. Gulyás Gergely kijelentette, a kormány célja világos. Ez év végére egy számjegyűre kell csökkenteni az inflációt, ehhez pedig elengedhetetlen partner a GVH és a gazdasági szereplők. Amikor a kormány azt a rendkívül fontos, végrehajtandó célt kitűzte, hogy az idei év végére egy számjegyűre csökkenjen az infláció, ebben minden partnere számít, partnerként számít a gazdasági élet szereplőire, de természetesen számítunk azokra a hivatalokra és hatóságokra, így a gazdasági versenyhivatalra is, amelyek ellenőrizni tudnak minden árazás kapcsán minden olyan kartellgyanút vagy egyéb szabálytalanságot, ami az árak emelkedéséhez vezethet. A GVH vizsgálata 60-90 napot vesz igénybe, így várhatóan április 2. felére zárul le. Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága elé vitték a baloldali pártok a Debrecenbe tervezett akkumulátorgyár ügyét. Hiába hangzott el ott is, még zöld civil szervezetektől is, hogy a beruházás kivitelezhető biztonságosan, a baloldali képviselők tovább támadják azt. Pedig éppen ma a magyar kormány gyakran bíráló Franz Timmermans is arról beszélt az Európai Parlamentben, hogy az európai ipar nem maradhat ki az elektromos autógyártásból. Ezek húsba vágó a jelenünket és a jövőnket is alapvetően meghatározó kérdések. Ezekkel a jelzőkkel vezette fel az LMP-s Keresztes László Lóránt a debreceni akkumulátorgyárról szóló napirendi pontot az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságában. A baloldali politikusok hetek óta azzal hergelik a közvéleményt, hogy az ilyen gyárak telepítése veszélybe sodorja a magyarországi termőföldeket és az ivóvízbázist. Ez egy gyakorlatilag egy vízzabáló beruházás. Osztjuk a szennyezésekkel kapcsolatos aggályokat. Ezt az álláspontot a DK, a Momentum, az LMP és a Párbeszéd a keddi ülésen is hangoztatta, holott abban a bizottságban meghívott zöld civil szervezetek is egyetértettek, hogy az akkumulátorgyáraknak hosszú távon kulcs szerepük lesz a zöld átállásban. Mi is úgy gondoljuk, hogy megfelelő feltételekkel, megfelelő hatásvizsgálatokkal ezeknek a gyáraknak a telepítése jól kialakítható, jó kompromisszumokat lehet találni. A Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke a baloldali politikusok vízhasználatról szóló kritikáját is cáfolta, hangsúlyozva, hogy az üzemek szürke vizet használnak majd, energiaellátásuk biztonságos és zöld energiából valósul meg hosszú távon. Kaderják Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az elektromobilitás kérdése európai projekt, amelyben a következő években Magyarország jó eséllyel vezető szerepet tölthet be. A magyar akkumulátorgyárak az európai autógyártás, elektromos autógyártás akár egy ötödét is kiszolgálhatják ezekkel az alkatrészekkel. Az elektromos autókra való átállás fontosságáról beszélt kedden az Európai Parlamentben az Európai Zöld Megállapodásért felelős uniós biztos is. A magyar baloldali politikusokkal egyébként szövetségben álló szocialista Franz Timmermans azt hangoztatta, hogy az elektromos járművek üzemeltetési költségei már most alacsonyabbak, mint a belső égésű motorral hajtott autóké. A megfizethető tiszta közlekedés érdekében ezért az elektromos mobilitást a lehető leggyorsabban be kell vezetni. Be kell fektetnünk az európai autóipar reformjába, elektromos járműveket a világszintű fogyasztásra kell gyártanunk, fenntartható munkahelyeket kell teremteni, tehát ennek megfelelően kell átalakítani és képezni a munkaerőt is, fogalmazott a környezetvédelemért felelős uniós biztos.
Itthon ennek ellenére a baloldali politikusok a kezdetektől fogva próbálják gáncsolni a 3000 milliárd forint értékű és 9000 új munkahelyet teremtő ipari beruházást, amely hétfőn megkapta a minden eddiginél szigorúbb feltételeket tartalmazó környezethasználati engedélyt a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivataltól. Azt írták, az általuk folytatott eljárás garantálja, hogy a beruházónak a lehető legszigorúbb környezetvédelmi feltételeknek kell megfelelnie. A 2015-ös párizsi terrortámadások vezérének ügyvédje védi a brüsszeli korrupciós botrány főszereplőjét, Eva Kaili, erről ír a Politico. A portál úgy fogalmaz, a belga jogászt az ördög ügyvédjének is nevezik, és arról is ismert, hogy tehetős ügyfelei vannak. Eva Kaili a belga hatóságok decemberben tartóztatták le, mert a gyanú szerint ő és a hozzá közel álló személyek több milliárd forintnak megfelelő kenőpénzt fogadtak el Katartól, valamint Marokkótól. A Bataclani merénylő ügyvédje védi a brüsszeli korrupciós botrány főgyanúsítottját, Eva Kailit. Erről ír a Politico. A hírt a lapnak Sven Mari erősítette meg, és egy üzenetben azt írta, átveszem a fáklyát. Ezek a felvételek 2015 novemberében készültek Párizsban. Egy összehangolt akció során Párizs több pontján több mint 100 embert mészárolt le egy főként muszlim bevándorlókból álló terrorista csoport. A merénylet sorozatot az iszlám állam Belgiumban kiépített sejtje vállalta magára. A terrortámadás főgyanúsítottját, az azóta életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Salah Abdeslamot Belgium egyik leghíresebb ügyvédje Sven Mari védte. A dzsihadista merénylő védelmével nemzetközi hírnévre szertevő jogászról a Politico azt írja, már Salah Abdeslam védelme előtt is az ördög ügyvédjének nevezték, korábban ugyanis egy szintén az iszlám államnak toborzó férfi védelmét is elvállalta. Sven Mari Belgiumban emellett arról is ismert, hogy magasrangú vagy tehetős ügyfelei vannak. Legújabb kliense, Eva Kaili is ilyen. A volt baloldali EP alelnöknél és a hozzá közel álló személyeknél összesen több mint 1,5 millió eurót, vagyis 600 millió forintot találtak a belga hatóságok. Sajtóértesülések szerint a szocialista képviselőnek és családtagjainak panamai bankszámlái is voltak, amelyen katari és marokkói utalásokból 8 milliárd forintnyi eurót gyűjtöttek össze. A brüsszeli korrupciós botrány december közepén Eva Kaili görög szocialista politikus letartóztatásával robbant ki, miután kiderült, hogy a gyanú szerint több más parlamenti képviselővel és tanácsadóval együtt kenőpénzt fogadott el Katartól és Marokkótól, cserébe pedig a nekik kedvező döntésekért lobbizott az Európai Parlamentben. Pénteken az ügy másik gyanúsítottja, Marc Tarabella belga EP képviselő ellen is vádat emeltek bűnszervezetben való részvétel és pénzmosás miatt, de sajtóhírek szerint akár 60 uniós diplomata is érintett lehet a brüsszeli korrupciós botrányban. Az elmúlt hetekben több hírportál arra is felhívta a figyelmet, hogy Eva Kaili a jelek szerint magyar baloldali politikusokkal is kapcsolatban állt. A szocialista Gurmai Zitával például közös rendezvényen szerepelt, Újhelyi Istvánnal még egy közös szelfit is készített. Nemrég az Origo arra is felhívta a figyelmet, hogy a Momentumos Cseh Katalin, a Jobbikos Gyöngyösi Márton, Gyurcsány Ferenc pártjából pedig Ara Kovács Attila, Molnár Csaba, Rónai Sándor és maga Dobrev Klára is megszavazott egy olyan emberi jogi jelentést, amely támogatja a kuvaiti és a katari állampolgárok vízummentességét. Az Origo most arról ír, hogy Rónai Sándor évek óta Eva Kaili egyik bizalmasának számít. A volt szocialista alelnök 2020. januárjában például egy olyan szűk körű rendezvényre is meghívta a gyurcsánypárti politikust, amelyen csak 13 EP képviselő vehetett részt. Az informális találkozóról a portál szerint a DK-s politikus is büszkén számolt be a közösségi oldalon, sőt az Origo szerint a Gyurcsány család egyik legfőbb bizalmi emberének számító Rónai Sándornak nem ez volt az egyetlen ilyen szereplése. Korábban ő maga is tartott előadásokat az Eva Kaili által vezetett csoportban. Az Origo megjegyzi, a korrupciós ügyről ennek ellenére továbbra is mélyen hallgat a dollár baloldal.
Tovább dagad az uniós vakcina beszerzési botránya. The New York Times című amerikai napilap pert indít az Európai Bizottság ellen, amiért az uniós intézmény nem adta ki az elnök Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti szöveges üzeneteket. 2021 elején szintén a New York Times számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós beszerzésről az Európai Bizottság elnöke SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett. A New York Times pert indít az Európai Unió ellen Ursula von der Leyen a Pfizernek küldött szöveges üzenetei miatt. Ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Politico című hírportál. Azt írják, a per az Európai Unió bírósága előtt fog zajlani. Az amerikaiak azzal érvelnek, hogy a bizottságnak jogi kötelessége lenne kiadni az üzeneteket, amelyek információkat tartalmazhatnak a több milliárd euró értékű COVID-19 dózisok megvásárlásáról szóló üzletekről. A keresetet még január 25-én adták be, de csak hétfőn tették közzé az Európai Bíróság nyilvános nyilvántartásában. As we have promised... Ursula von der Leyen 2020 decemberében jelentette be, hogy jóváhagyták a Pfizer oltóanyag használatát az Unióban. Ez volt az első koronavírus elleni vakcina, amely engedélyt kapott az Európai Bizottságtól. Így az első 300 millió adaggal napokon belül elkezdődtek az oltások a tagállamokban. Néhány hónappal később újabb, összesen 1,8 milliárd vakcina beszerzéséről egyezett meg az Európai Bizottság az amerikai Pfizer-BioNTech-kel. Időközben azonban felmerült a gyanú, hogy a megállapodás nem volt szabályszerű. 2021 áprilisában a New York Times számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós beszerzésről Ursula von der Leyen egészen egyszerűen SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett. Hatalmas botrány kerekedett, több európai parlamenti képviselő lemondásra szólította fel Ursula von der Leyent. Volt, aki például azt kifogásolta, hogy a bizottság elnökének férje Heiko von der Leyen az egyik amerikai gyógyszerészeti cég orvosigazgatója. Ezért összeférhetetlen, hogy a vakcina beszerzésről a bizottság elnöke egy személyben tárgyaljon. Az Európai Számvevőszék is szerette volna megismerni az Ursula von der Leyen és a Pfizer vezér közötti üzenetváltás tartalmát, ám az Európai Bizottság illetékesei megtagadták ezt a kérést, mondván ezek nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá. Az uniós ombudsman vizsgálata azt állapította meg, hogy von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a munkájukat, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet. Emily O'Reilly álláspontja szerint a bizottság tagjainak viselkedése nem felelt meg az uniós szabályok által megkövetelt átláthatóságnak, és meg sem próbáltak átfogó kutatást végezni az ügyben. Német lapinformációk szerint egyrészt megbüntethetik Ursula von der Leyent a Pfizerrel kötött szerződés miatt, másrészt további vizsgálatok várhatók a kétes vakcina beszerzés ügyében. Nem ez volt az első alkalom, hogy a bizottság elnöke bajba került az időközben eltűnt szöveges üzenetei miatt. Ursula von der Leyen Angela Merkel minisztereként is SMS-ben kötött tanácsadói szerződéseket. Ráadásul egy olyan hadiipari céggel, amelynél a bizottság elnökének egyik fia is jól fizető állást kapott. A homályos hátterű NGO-k túlszul ejtették az Európai Uniót, erről a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt Strasbourgban. Hétvégi Balázs azt mondta, az ügy súlyosságát a brüsszeli korrupciós botrány is megmutatja, hiszen a politikailag elfogult jelentéseket tevő civil szervezetek között olyanok is akadnak, amelyeket az Unió az európai adófizetők pénzének millióival támogat, és valójában bűncselekményekben résztvevő fedőszervezetként működnek. A képviselő azonnali átláthatóságot és elszámoltathatóságot követelt. A bizottságnak a legmagasabb szintű átláthatóságot kellett volna követelnie ezektől a szervezetektől, ahogy azt az Európai Számvevőszék már évekkel ezelőtt sürgette. Ehelyett az NGO-k folyamatosan kiváltságokban és kivételekben részesülnek. Ennek azonnal véget kell vetni. Nem engedhetjük meg, hogy az NGO-k továbbra is manipulálják az európai álláspontokat, különösen olyan témákban, mint az emberi jogok vagy a jogállamiság. Azonnali átláthatóságot és elszámoltathatóságot követelünk. A Mi Hazánk kezdeményezi, hogy a kormány a legmagasabb szintű állami kitüntetést adományozza a törökországi földrengés mentési munkálataiban közreműködő magyar egységek tagjainak. Torockai László azt mondta, a párt adományokkal is hozzájárul a tragédia enyhítéséhez, ennek első lépéseként pedig 300 000 forint értékű adományt vittek a budapesti török nagykövetségre.
a török nagykövetséggel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és azt kérdeztük meg, hogy mire van leginkább szükség. Ezzel az első szimbolikus adománnyal szeretnénk elindítani egy sokkal nagyobb adománygyűjtést. A DK szerint azonnali intézkedésekre van szükség a rezsiköltségek enyhítésére. Varjú László azt mondta, egy összeurópai kutatás szerint az EU-s tagállamok közül Magyarországon költik a harmadik legkevesebb pénzt az emberek és a vállalkozások rezsitámogatására. Átmenetileg csökkenteni kell a gáz és az áram Európa rekorder áfáját, és meg kell duplázni a kedvezményes áru gáz és áram mennyiségét. A vállalkozások rezsitámogatását pedig ki kell terjeszteni minden magyar kis- és középvállalkozásra is. A Fidesz mindenre úgy reagált, Gyurcsány Ferenc mindig el akarta törölni a rezsicsökkentést, és az egész dollár baloldal támogatja az energiaválságot okozó brüsszeli szankciókat. Azt írták, egész Európában nincsenek rezsicsökkentett árak az átlagfogyasztás erejéig, csak Magyarországon. Már régóta gond volt a kiskorú fiúval szexuális viszonyt folytató iskolai dolgozóval, derül ki az Origónak adott szülői beszámolókból. A 40 év körüli férfi egy videóban jelentette be büszkén, hogy 15 éves fiú szeretője van, a szülők most dühösek. Az ügy kapcsán a közmédia kereste az RTL Magyarországot is, a csatorna ugyanis az esetről szóló riportjában javarészt azt hangsúlyozta, hogy az jogilag rendben van, etikailag kifogásolható. Az RTL azt válaszolta, híradójuk pártatlan és kiegyensúlyozott, nem nyilvánít véleményt a benne szereplő események vagy személyek kapcsán. Ez a tény, hogy egy 15 éves szeretőm van, ez sokaknál kiverte a biztosítékot. És ez szerinte teljesen rendben van, jelentette ki videójában az az óbudai pedagógiai asszisztens, aki egy internetes videóban beszélt arról, hogy csaknem 40 évesen egy 15 éves fiúval folytat szexuális viszonyt. Bite Zsolt ügyét a pestisrácok.hu hozta nyilvánosságra. A portál által lementett, de a férfi oldaláról eltüntetett videóban Bite Zsolt arról is beszélt, hogy szerelmi kalandjában nincs semmi rossz, szerinte az teljesen rendben van. Az ügy kirobbanása után több szülőt is megszólaltatott az Origó. Mint kiderült, Bite Zsolt múlt hét szerdán engedély nélkül tartott szexuális felvilágosító órát alsós diákoknak az óbudai Krúdi Gyula általános iskolában, amelynek keretében kizárólag az egyneműek szexuális életéről mesélt a kisdiákoknak. Egy másik szülő az Origó szerint arról is beszélt, hogy a felsős diákok szülei már korábban is jelezték, hogy gond van a tanárral, mert több diák is követi őt az online térben, ahol a többi között öngyilkosságra buzdító videót tett közzé, és nyíltan propagálja a másságot is, valamint szexuális tartalmakat is készít magáról. Az iskola lépése pedig erre az volt, hogy a felső tagozatosoktól áttette Bite Zsoltot az alsó tagozatosok, tehát a 10 éven aluliak közé. Azt is megkapta, hogy ha büntető jogilag ez nem is problémás, de belefér a moralitásomba, hogy egy közel 40 éves pasi egy 15 évessel kavar? Belefér. Az, hogy neked más a moralitásod, az engem nem tud érdekelni. Büntető jogilag lényegében nincs vele gond. Az LMBTQ ügyekben mindig aktív RTL híradója hétfői az üggyel foglalkozó anyagában erről beszélt. Szerintük csak etikailag kifogásolható. Az M1 megkereste az RTL-t. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az RTL szerint ez az ügy csak jogi kérdése. Kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az RTL álláspontja az ügyről erkölcsi szempontból, mennyire tartanak egy ilyen esetet morálisan elfogadhatónak. Az RTL azt válaszolta, híradójuk pártatlan és kiegyensúlyozott, nem nyilvánít véleményt a benne szereplő események vagy személyek kapcsán. Azt is írták, az Óbudai Általános Iskola pedagógiai asszisztenséről szóló riportjuk foglalkozott az eset erkölcsi vetületével is. Az óbudai iskolai dolgozó ügye egy másik szempontból is érdekes lehet az Origó cikke szerint. Bite Zsolt ugyanis kisfilmében azt állította, hogy ha őt jogilag megtámadnák, akkor számos jogvédőszervezet megvédené. Engem olyan emberjogi szervezetek képviselnek, mint a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty International, de még a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is. Az Origó arról is ír, hogy miután felsős fiúkra tett obszcén, szexuális megjegyzéseket, azzal zsarolta őket, hogy őt úgy is megvédik a Soros György által milliókkal támogatott jogvédők. Az ügyre reagált a Fidesz is. Kocsis Máté frakcióvezető azt írt a közösségi oldalán, a gyermekvédelmi törvényünket megtámadták és megsértették. A harc folytatódik tehát. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért. A közmédia kereste az érintett iskolát is, ahol közölték, a férfit felfüggesztették a munkavégzés alól, és az iskola elítéli a történteket. Közben kiderült, a tankerület elbocsájtotta a férfit. Ez
Elindult a Bajnokok a bajnokokért elnevezésű jótékonysági aukció, amelynek kedvezményezettje a Wonder Flora alapítvány. A szervezetet Drávucz Rita világbajnok és Európa bajnok vízilabdázó alapította azért, hogy kislányát, Flórát gyógyítatni tudja. Az összegyűlt pénzből egy konferenciát is szerveznek, amelyen a Flórához hasonló beteg gyerekeknek és szüleiknek segítenek információhoz jutni. A 20 értékes sportrelikviára február végéig lehet licitálni a Bajnokok a bajnokokért.hu című weboldalon. Látható itt Szoboszlai Dominiknak az a meze, amelyet a Real Madrid ellen viselt ősszel, amikor a Bajnokok Ligájában legyőzték a madridiakat. Itt van Schäfer Andrásnak a meze, aki ugye szenzációs rajtot vett az Union Berlinnel a Bundesligában. Hanga Ádám elküldött egy a csapattársak által aláírt Real Madrid mezt, illetve olimpiai bajnokok tettek felajánlásokat, Kopasz Bálint, Totka Sándor, egy-egy olyan relikviát, amely konkrétan az olimpiai bajnoki címükhöz kötődik. Kiskunfélegyházán rendezték meg ma a Bátrak Ligája országos versenysorozatot. Az eseményen 10 általános iskola, mintegy 100 tanulója versenyzett a fődíjakért. A szervező Honvédelmi Sportszövetség elnöke az eseményen arról beszélt, a cél az, hogy egyre több fiatal válassza hivatásként a katonaságot. Magyar Honvédség fejlődik, erősödik, új modern eszközökkel lesz ellátva, és szükség van olyan fiatalokra, akik ezek az eszközöket majd tudják használni. Úgyhogy én örömmel látom azt, hogy most már 36. helyszínen vagyunk, hogy a fiataljaink nagy örömmel jönnek el, küzdenek, segítik egymást, támogatják egymást, és azok a katonai jellegű akadályversenyek, amelyek ezt szolgálják, ezt a nagy ügyet, ezek szerintem fontosak mindennapjainkban is, és a jövőt illetően is. Kigyulladt egy hajó az Óbudai szigetnél, senki sem sérült meg, egy 15-20 méter hosszú jacht kapott lángra a hajókikötőben. Az oltásban 20 tűzoltó és 4 tűzoltó autó mellett a Szent Flórián tűzoltó hajó is részt vett. A tűzből származó sűrű fekete füstoszlop a város távolabbi pontjairól is látszódott. Szükségállapotot hirdettek Új-Zélandon a Gabrielle ciklon miatt, amely súlyos áradásokat és földcsuszamlásokat okozott a szigetország északi részén. A 110 km/órás széllel tomboló vihar miatt több százezren maradtak áram nélkül, és rengeteg embert evakuáltak. A mentés során egy tűzoltó eltűnt, egy pedig súlyosan megsérült. Új-Zéland 5 millió 100 ezer lakosának csaknem harmada él a pusztítás által érintett régiókban. A híradót látták este 7:30-tól, további híreinket megtalálják weboldalunkon is. Azonnal kezdődik a Nemzeti Sporthíradó, B. Németh Péter már várja önöket.